Elkezdődött a második félidő, gyorsan javítom köve két hibámat. Az egyik, hogy Gricsics lőtt két gólt, ő szerezte az első két találatot, és Jelovcsics pedig az utolsót, tehát a harmadikat. Ezzel vezetnek 3-0-ra, itt a második játékrész elején a horvátok. És ugye említettem közben egy fél mondat erejéig, hogy az Európa-bajnoki selejtezőkre készül a magyar csapat. Egy középre lőtt labda, Jelovcsics megint csak. Tehát az Európa-bajnoki selejtezőkre készül a magyar csapat, ami 2017. április 3-a és 15-e között lesz majd Azerbajdzsánban. És én azt mondtam, hogy a házigazdák mellett talán a macedónokat említettem, de a bosnyákok lesznek az ellenfelek, illetve majd az Anglia, Bulgária, Albánia, Málta négyes csoportnak az első helyezettje csatlakozik az előbbi két ellenfélhez, és majd ezekkel kell felvenni a versenyt, ezekkel a csapatokkal kell felvenni a versenyt. Egy ütemtelen lövés, amiben ketten is belevetődnek magyar részről, és még gyorsan elnézést kérek azért, mert az első félidőben két papírról kellett összeszednem a neveket, tehát az egyikről nyomtatottan, hogy ne tévesszek, a másikról pedig a messzámot próbáltam hozzárendelni gyorsan, nem volt egyszerű, de most már átírtam a papíromon egy lövés, amiben megint csak bele nyúl egy láb, Tordvát részre, Marinovic volt, így már egy picit könnyebb, hogy a horvátoknak a messzámozása is növekvő sorrendben megvan. Közben a magyaroknál a kapuban váltás volt, tehát Matkovics Gábor a ketrec előtt, és most fordulhatnak a horvátok, és egy szép lövés, és egy gyönyörű hárítás Matkovicstól jól mutatkozik be a győriek hálóőre, egyébként Tóth Gyula is az Etónál véd. Gricsics, ő a két gólos akkor, és elnézést érte. Nem tudom, hogy hogyan tévesztettem el, de ez is benne van a pakliban. Fordulhatnak a horvátok, Jelovcsics, még megvan a vonal előtt. Marinovic nem volt még kint. Jól tette hátra Novák. Jelovcsics. Marinovic, ez már picit magasra sikerült. Decemberben még találkozik majd a világelithez tartozó spanyol válogatottal a magyar csapat Nyíregyházán. A Matkovics közben, ő is beszáll a játékba, drót. Szegi. Kisarkalt előle Gricsics. Dávid, Harnis, Dávid, megint csak Harnis, Ákos kapja vissza. Matkovics, drót. A vendégek jöhetnek majd. Közben drót Zoltán intett Szeginek, hogy lépjen följebb. Novák, az átadásba jól lépett bele Harnis, drót. Drót, egy szép csel, és érkezik a kapujából Bilics, ő tette ki a vonalon kívülre a labdát. Egy kapásra belőtt labda, Dávid Rihárd vállalt el. Ez azért alaposan fölé szállt ez a bomba. Egy jó kidobás közben, és jól zárja a szöget Dávid Rihárd. Jó a fordítás, Marinovic. Gricsics futott üresbe, aztán Marinovic is arra indult. Ott a lehetőség, és ez centikkel a
bal felső mellett szállt el a két gólos, Jakov Gricsics nem sokat tévesztett. Kicsorgott a labda, Tatai már nem tudta elérni a vonal előtt. Gricsics hátra, Novák át a túloldalra, Jelovcsics. Meredeknek tűnt elsőre az átadás, itt pedig Tatai rossz ütemben nyúlt a labda felé, ez az első falt, nem a második falt most már a magyar válogatottnál, és nem is a lábra rúgást fájlalta a horvátok nyolcosa, Dario Marinovic, hanem ahogyan elesett, megütötte a fejét. Egy kis tánc a labda körül, ez pedig egy labda volt. Ez szétdurrant. Megcsipte Drót Zoltánt alaposan. Gyorsan elszögdelt onnét a helyszínről, de látszott rajta, hogy érzi a lábát. És úgy látni innét, hogy a térdét fájlalja. Na most már talpon Drót Zoli. Nagy tapsot kap a nézőtérről, hát ilyet is ritkán látni. Szétdurranjon a labda. És kérnek még a játékvezetők egy plusz lasztit, hogy ha annyira elmenne valamelyik labda, akkor legyen mivel gyorsan pótolni. Kézgyanús volt, így van, nem is vitatkozik. Dávid Rihárd, a felkarját érintette a labda. Egyébként tolták kifelé a horvátok, de ez nem volt szabálytalan, tehát azért nem mellel tudta átvenni. És egy újabb szabálytalanság a magyar válogatottnál. Tatai József. A harmadik. Nem, ez most már a negyedik. Picit késik megint a tábla. Amikor felnéztem, még hármast mutatott, most már a negyedik, tehát figyelni kell majd. De öt faltot lehet különösebb következmények nélkül elkövetni, a hatodik után pedig kis büntető jön az ellenfélnek, és még nem telt el 4 perc a második félidőből oldalról. Megint csak a vendégek. Ezt most jól bólintottad le, Tatai. Németh Péter, jó a Perdit és Dávid felé. Németh. Harnis. Jól tolja meg. És elérte a lábát Franko Jelovcsics. Harnis Ákos. 96-szor volt válogatott a felnőtt csapatban. 41-szer volt eredményes. Ő is győri játékos. Komáromi gurította hátra, Németh hagyja Matkovicsnak. Harnis mellé szépen tartja meg, aztán még le is tud fordulni nagyon harcosan. Így ez a jó ítélet, úgy gondolom. Komárom is immelámmal ment volna reklamálni, aztán érezte ő, hogy lábáról került a vonalon túlra a labda. Perics. Engedik a kemény játékot a Sporik. Harnis. Harnis. Szerette volna meghúzni, aztán visszafordítani, kint van a labda, a két tízes összecsapását most így Harnis nyerte. Novák nem tudta bent tartani, a vonal mellett nem tudott meglépni. Németh. Most pedig a visszafele lépő Harnis feje fölött ment el, és végül is
játékteret is elhagyta. Most telik el majd 5 perc a második fél időből. Kanyuk. Jóval többet mozognak most a magyar csapat tagjai. Jelavics. Kint van a labda. A vendégek jöhetnek. Jelavics Olaszországban játszik. Pesaro Fano együttesében. Remélem, hogy jó információkat mondok. Kanyuk elvállalta távolról. Nem gondolom, hogy ez passz lett volna. Ráble János lábáról perdült végül a oldalvonalon túlra. Postruzin is a pályán 13-as számmal. Peric, Kanyuk, Postruzin, Matkovics jöhet majd. Komárom itt találja meg a kigurítással Német. Hát nem cifrázta Bilic. A labda visszakerült közben. Valamivel több mint 6 perc telt el. A második játék részből továbbra is 3-0 az állás a horvátoknak. Megint csak a magyar csapat jöhet majd oldalról. Klacsák megy el a labdáért. Nem volt rossz elgondolás, Ráble lépett be a kapu elé, de aztán nem jutott el hozzá a labda. Matkovics. Komáromi jól forgatja vissza. Szép labda átvétel, Ráble. Jó a csel. Nem lépett be a kapu elé senki. Rábnak visszafele kellett tennie a labdát, holott már túljutott az egyik védőn. És van egy időkérés a magyar csapatnál. Sito Rivera hívja oda a játékosokat a kispadhoz. Most a második félidő elején azért látványosan javult a védekezés, többet futnak. A játékosok többet mozognak. Illetve volt komoly lehetőség is a horvát kapu előtt. Vészkapus lesz majd a magyar csapatnál. Tehát támadásban 5 mezőnyjátékossal játszik majd a válogatottunk. Ráble, Drót. Most következik a türelemjáték. Ezt kint volt már a labda. Igen, kint volt. Gyorsan vissza Matkovics, Ráble pedig sprintelt le. Védekezésben Német Péter jön Drót Zoltán helyére. Oldalról pedig majd Jelovcsics hozhatja játékba a labdát. Most azért nézek egy picit furcsán, mert a táblán maradt a 4 magyar falt.
viszont az oldalberúgást azt egy fél méterrel beljebbről végezték el a horvátok. És arra gondoltam, hogy esetleg szabálytalanság történt, de nem. Marinović üresbe teszi előre a labdát, ott viszont nincs kékmezes játékos, vagy nem is tudott ráindulni kékmezes játékos német. Szépen vette át, aztán hátulról földöntik, nincs szabálytalanság. Konzekvensek a játékvezetők mind a két oldalon. Engedik a kemény játékot, a test-test elleni küzdelmet, megvan az a határ, ameddig ezt elnézik. Hét és fél perc telik el ebben a pillanatban a második félidőből. A labdát szereznek a horvátok, Novák, aztán hátra kerül Bilićhez. Ott nincs, megint csak kékmezes játékos. A holnapi mérkőzést szintén közvetíteni fogjuk itt az interneten. Drót közben. Szegi lépett közelebb, hogy helyet csináljon Drót Zoltánnak. Gál, és egy védés Bilićtől. Teszi is Lenovákhoz. Bilićić. Ott van tisztán Novák, jól veszi át a másik lábára, egy keresztbe gurított labda, és belenyúl az átadásba Szegi Szabolcs. Szépen kijátszották a vendégek. Az utolsó pillanatban ott volt Szegi lába. Egy távoli löket. Az elzúgott a bal kapufa mellett. Rajta volt egyébként Matkovics, tehát hogyha kapura megy, akkor nagy valószínűséggel hárítja. Érkezett 9-esen Luka Peric, Dávid pedig nem tudja jól átvenni a melléről az oldalvonalon kívülre. Perdült a labda. A Szegi bólintja el. Oldalról a horvátok jöhetnek. Elsősorban azért kérték fel a horvát válogatottat, mert ugye az ellenfelek között ott lesz majd a bosnyák válogatott. Közben egy gyönyörűen lejátszott támadás, egy figura. Dávid átadás egy picit mélyre sikerült, Klacsák nem tudta már elérni, fájlalja a lábát egyébként Dávid Richárd. És 62-szeres válogatott játékos. Tehát maga a stílus, ami miatt a horvát válogatottat kérték fel, hogy két alkalommal is megmérkőzhessenek egymással. Oldalról Harnis jöhet. Drót megint vészkapussal a magyar csapat. Drót, Harnis. Drót, Ráble. Rajta van a megkülönböztetett mez. Rábl, Drót. Dávid megy le a sarokba. Egyelőre nem jutott el hozzá, csak most a labda. Viszont a kapu felé nem tudott fordulni. Harnis, Drót. Tippöccintik Vas Ádám elől. A horvátok kanyuk volt az. Aztán lassan elérünk a második játékrész feléhez, most kell figyelni. És ott van a negyedik találat, a 13-as Ostružin
a gól szerzője. Tehát 4-0 a horvát csapatnak, meg van még a vonal előtt Harnis, Komáromi, Dávid. Komáromi sprintelt le közben a sarokba, de elkísérte Jelavics. Éles szögből, lábbal hárít Matkovics. És valószínűleg elérte a tető szerkezetet a labda. Most vagyunk a második félidő felénél, 0-4. Gricsics kétszer, Jelovcsics, illetve Postuzin. Nagyon harcosan Komáromi. Perics jól fedezte a labdát. Postuzin. Perics hátra. Jelavics, Kanyuk, Jelavics. Postuzin elvállalja eléggé ember mögül, tehát nem volt egy jól előkészített lövési lehetőség. Alaposan mellé is ment. Tatai közben Szegi. Tatai. Vargának szánta volna Tatai, de elsősorban el a kaputól. Ez volt az elsődleges. Szűk 9 perc van még hátra a találkozóból, 4-0-ra vezet a horvát válogatott. Novák. Hát erőből tették le oda a sarokba Pericsnek, ő már nem tudta bent tartani. Tatai. Komáromi, aztán Tatai, Szegi, oda tudott pöccinteni Novák, ez Zitzer. Kis pattól egy kiáltás a horvátok részéről, de Perics egyetlen mozdulatot nem tett arra vonatkozóan, hogy ő vele szabálytalankodott Matkovics. Megtehette volna egyébként, már nem azért, mert szabálytalankodtak, csak azért több játékostól ez már megszokott, hogy jelzik a faltot, még ha nem történt semmi akkor is. Egy kis messzhúzás, alaposan megrángatták Kazazics nadrágját. A magyarok Varga Csaba volt az, és ez az ötödik csapathiba a magyar válogatottnál, tehát ha még egyet faltolnak, akkor kis büntető következik. A horvátok egyszer hibáztak ebben a játékrészben. Hét perc, 48 másodperc van még hátra a találkozóból. Mert ez még nagyon sok idő. Gribics. Jelovcsics. Még a vonal elől, vagy előtt éppen hátra tudta fordítani Bilics felé a labdát. Matkovics szólt a társaknak, hogy érkezik ki a kapujából. Varga tovább, Szegi. Marad a labda a magyaroknál, ezt el lehet lőni, levágódik Novákról, német,
Tatai, aztán Német megint. Vargát keresték volna, jobb pozícióban jobb lehetőség volt Gribis számára, meg is előzte a magyar játékos Varga Csabát. Érkezett Harnis, Vas Ádám, illetve Rábl a megkülönböztetett mezben. Itt van Dávid Rihárd, ő perdítette ki oldalra, Rábl, Tatai, Rábl, lent a sarokban, Dávid, aztán csak Rábhoz tudja visszatenni. Harnis, Dávid, Harnis, hozzáért még Robert Gribics. 6 perc 22 másodperc van még hátra a találkozóból. 4-0-ra vezet a horvát csapat. Ez falt, és itt a kis büntető. Hat perc 17 másodperc. Ennyit mutat az óra, mennyi van még hátra a találkozóból is. Kis büntetőhöz jut a horvát együttes. A labda mögött Jelovcsics. És hárít Matkovics. Egész messze kijött a kapujából. A sarokból a horvátok, Gribics. Novák. Tatai leste a lábáról. Gribics. 6 perc van még hátra találkozóból, és egy kis büntetőt hárított Matkovics. 17-szer volt válogatott eddig Matkovics Gábor. Jelovcsics, egy távoli löket, Novák nem sokkal fölé. Érkezett a kapujából Bilic, aztán összefut Kazazicsal. Így viszont nem azt hittem, hogy hozzáért esetleg a horvát játékos, de nem. Bilic gurította ki a labdát, Novák, aztán Gribics, az indítás pedig pontatlan. A Vedran Kazazics nem érhette el a vonal előtt. Megvan még a labda, Vas. Novák. Egy szép csel. Novák. Jelovcsics. Novák. Gribics. Le a sarokba. Megint Tihomir Novák, kiment a labda, kevesebb mint 5 perc. Ez csak millimétereken múlott, hogy nem jutott el Dávid Rihárdhoz ez a labda. Gricsics bólintotta ki előle, de éppen, hogy a feje bubjával még hozzá tudott érni. Oldalról Klacsák Bence jöhet, Dunaújváros játékosa,
erre nem lehetett indulni, Gál Istvánnak szánta volna lövésre ezt a labdát. Megint Klacsák, sarokból most. Tatai lövését hárította Bilics. Rövidre pörgette. Tatai József résen volt a horvát hálőr, az a távoli lapos lövés pedig elment a kapu mellett, jócskán. Dávid Rihárd próbálkozott. Egy távoli, nem túl erős lövéssel. Kazazics. Gribics felé. Ezt most ügyesen lestele Klacsák. Tatai. Klacsák, Dávid. Klacsák. Kapja vissza Klacsák, Bence, Gál. Matkovics. Egy jó labdaszerzés, és talán tovább lehetett volna tenni. Ott volt Tatai, ellépett a védő mellől, nem vette észre Klacsák Bence. Rábl érkezett, mint Varga Csaba. Dávid Rihárd maradt, illetve Harnis, aki jött a kispadtól. Egy kemény ütközés. Harnis. A sarokból jöhetnek majd a magyarok. 3,5 perc. Pontosan 3 perc 32 másodperc. Ennyi van még hátra találkozóból. 4-0 a horvátoknak. És jól tolta kifele Jelavics a magyar játékost. Ezért nem tudták már rálőni onnét a kapu előteréből. Harnis. Vargát billentette ki Jelavics. Magyar csapat jöhet majd oldalról. Harnis. Dávid. Rábl. Számítottak a lövésre a horvátok. Nem vállalt el Rábl, is jól tette. Dávid. Varga nagy csatában Gribicsel. Harnis. Visszafordítás nem volt pontos. Ezt nem érhette el Harnis Ákos. Valamivel több mint 2,5 perc még a találkozóból hátra lévő idő. Most már kevesebb. Kanyuk. Kint van. Holnap Jóna István kollégám kommentálja majd a mérkőzést. Sarokból jöhet majd Dávid Rihárd. Varga. Volt egy kis ütközés Gribicsel, de nem szólt a síp. 2 perc még a hátralévő idő. Gribics. Ezt pedig lábbal hárítja Matkovics. Kipattanó még a horvátoké. Jelavics. Kanyuk. És egy hosszan előletett labda a nézőtéren. Van idő cserélni mind a két oldalon. 1 perc 42 másodperc van még hátra.
Komáromi, nem volt jó az átadás, Szegi háta mögé érkezett a labda. Másfél perc még, Kanyuk, kapja vissza Davor Kanyuk. Postruzsin, aztán Jelavics, ő emeli előre, a másik 14-es Gál, és ezt a lapos lövést könnyedén hárítja Franko Bilic. Hát nem sikerül a becsület gólt megszerezni a válogatottnak. Jó csel, Postruzsin, elvállalta éles szögből, levágódott Gál lábáról. Egy perc, egy másodperc, egy távoli próbálkozás, Szegi, ez pedig fölé száll, mármint Szegiről jött vissza. Jelavics bombája. Matkovics Komárominak teszi le, aztán Szegi Szabolcs. Az átadás elakadt Jelavicsban. Kanyuk. Nincs szabálytalanság. Szegi viszi rá kapura. Egy kis készfogó Postruzsinnal. Alaposan megrángatták egymást, de ettől még a jó kapcsolat megmaradt. Aztán Postruzsin a túloldalon, becsúszva szerel, 24,6 másodperc van még hátra a találkozóból. 4-0-ra vezet a horvát válogatott. Német Matkovics. Ez kint van. 15 másodperc. Postruzsin. A második félidőben egy gól született, és vége a mérkőzésnek, tehát 4-0-ra nyer a horvát csapat, holnap 19 órától pedig jöhet majd a második összecsapás. Én megköszönöm a figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra.